hogy Ferencik Adrián vagyok, és nagyon örülök, hogy a kezemben tarthatom az első regényemet. Én tulajdonképpen gyermekkorom óta írok, és mindig író szerettem volna lenni, aztán az élet úgy hozta, hogy újságíró lettem, és a napi munka, a napi rutin annyira lefoglalt, hogy nem nagyon volt időm írni. Aztán egyszer, egy január 1-én úgy gondoltam, hogy teszem azt az újévi fogadalmat, hogyha most már író szeretnék lenni, akkor nincs mese, le kell ülni írni, és leültem írni. Először novellákat írtam, különböző kötetekben, irodalmi antológiákban jelentek meg a novelláim, aztán megszületett az első regényem, a Napfényes Riviera. A Napfényes Riviera tulajdonképpen így első látásra egy fordulatos, izgalmas, szórakoztató történet. A történet szerint egy kisváros lakóparkjában, a családok mellett házban megélesedik egy családi ház, és oda beköltözik valaki, egy titokzatos vöröshajú nő, akit első látásra senki nem ismer. Aztán ahogy belebonyolódunk a történetbe, kiderül, hogy tulajdonképpen ez a vöröshajú nő az ott élő családoknak a múltjához valamilyen szinten kötődik. Na most ez a hölgy nem a pozitív egyéniség, és ahogy zajlik a cselekmény, bonyolódik a sztori, megelevenedik a múlt, mindenkiben előtörnek a régi emlékek, régi sérelmek, és ott egy helyzet, amit meg kell oldani, mi legyen a vörös hajóméve. Ennyi a történet, és amellett, hogy szórakoztatni szeretném az embereket egy kicsit elgondolkodtatni, hát ezen a könyvben én azt hiszem, hogy el is lehet gondolkodni.